azért alakítottuk meg a Fideszt, mert szabadságot akartunk ebben az országban. Azért hoztuk létre a Fideszt, mert a szabadságjogoknak az eltiprását nem bírtuk elviselni, és ebben a tekintetben mondom azt, hogy valamennyien Sólyomlászló köpönyegéből bújtunk ki, mert ő volt az, aki azt a demokrata felfogást számunkra tanárként közvetítette, amely arról szólt, hogy vagy segítünk magunkon és megvédjük a jogainkat, vagy pedig nem érdemes más csinálni. Most látszik az különösképpen, hogy a szabadságjogoknak a visszavétele az elmúlt években, a független intézményekkel szembeni támadás, az hogyan vezet egy gazdasági csődhöz is, és egy morális politikai csődhöz is. Szeretném kinyilvánítani, hogy bolsevista kutyából nem lesz demokratikus szabadság. Ma a magyar emberek olyan egységesek, mint az elmúlt 20 évben még sohasem voltak. Mindenki változást akar. Mindenki érzi, hogy nehéz jövő áll előttünk, de bele akar végre vágni. Mert nincs rosszabb annál, mint rettegve várni befolyásolási erő és lehetőség nélkül a felénk közeledő baj. Tehát mindenki változást és megújulást akar Magyarországon. Ez már messze túlnyúlt a párthatárokon. Már volt szocialista szavazók is azt mondják, hogy jöjjön már végre egy kormányképes erő. Erős kormány kell, és erős kormány levitézlett politikusok egymás közötti alkujából nem születhet meg. Akárki is lenne egy ilyen kormány feje, a szükségképpen gyenge miniszterelnök lenne, aki gyenge kormánnyal csak gyenge teljesítményre volna képes.